Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor Jézus egyszer a Genezáret tavánál állt, nagy tömegsereg lett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát. Jézus látta, hogy a tópartján két bárka vesztegel. A halászok kiszálltak és a hálóikat mosták. Beszállt hát az egyik bárkába, amelyik Simoné volt, és megkérte, hogy vigye kissé beljebb a parttól. Aztán leült és a bárkából tanította a népet. Amikor befejezte a tanítást, így szólt Simonhoz: evezz a mélyre, és vessétek ki a hálótokat halfogásra. Mester, válaszolta Simon, egész éjszaka fáradoztunk, és nem fogtunk semmit, de a te szabadra kivetem a hálót. Meg is tette, s annyi halat fogtak, hogy szakadozni kezdett a háló. Intettek a másik bárkában lévő társaiknak, hogy jöjjenek és segítsenek. Azok oda mentek, és úgy megtöltötték mind a két bárkát, hogy majdnem elsüllyedt. Ennek láttán Simon Péter Jézus lábához borult, és e szavakra fakadt: Uram, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. A szerencsés halfogás láttán ugyanis társaival együtt félelem töltött el, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, Simon társai. De Jézus bátorságot öntött Simonba: ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Erre partra vonták hajóikat, és mindenüket elhagyva követték Jézust. Ezek az evangélium igéi. E világ bölcsessége oktalanság Isten előtt, ezt olvastuk, hallottuk az első korintusi levélből. Aki közületek bölcsnek tartja magát ezen a világon, válik oktalanná, hogy csak ugyan bölcs lehessen. Még erősebb dolgokat is olvasunk a Jakab levélben, hogy a világi bölcsesség a sátáni. Ebből nagyon szépen meg lehet fogalmazni egy támadást a tudomány ellen, a hittudomány, a teológia ellen is, hogy az nem visz előbbre, nem visz közelebb Istenhez, ellenkezőleg egy nagyon emberi, sőt sátáni dolog, és nélküle kell hinni, tiszta hitben kell élni, tudomány nélkül. Ezt a fölfogást azonban nem lehet összeegyeztetni a teremtés hitével, mert a teremtő, amikor értelmet alkotott az embernek, akkor fölruházta azzal az igénnyel, hogy kérdéseket tegyen föl, magyarázatokat találjon, ezeket logikus összefüggésbe állítsa, és ha ez az igény nem teljesül, ha ez az igény nem jogos, ha ezt nem kell, vagy nem szabad kielégíteni, akkor a teremtő itt valami rosszat teremtett, valami hibásat teremtett. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten nem alkotott semmit, ami nem jó. Ami rossz, az csak a bűn által van megrontva. Tehát alapjában az emberi természet, beleértve az emberi értelmet és annak igényeit, jó, ami ezt megrontja, az a bűn. A tudomány esetében elsősorban a gőg, tulajdonképpen mindenütt, de itt különösen, elsősorban a gőg az, ami megrontja, kialakul egy olyan emberi gondolkodás, amely föléje helyezi magát, rejtetten, vagy néha nyíltan is, Istennek. És ez a magát Isten fölé helyező gőgös gondolkodás, ez ártalmas. Ezt tulajdonképpen nem csak a tudománnyal, ezt minden emberi dologgal kapcsolatban el lehet mondani. Például egy könyvben egyszer meglepetéssel, de teljesen igazat adva olvastam azt, hogy hogyan válhat egy templomi kórus a gonosz lélek eszközévé, hogyha a zenét, a szép hangzást, a szép éneket a föléje helyezi az istentisztelet lényegének. Tehát már nem a lelki célt szolgálja, hanem egy esztétikai, öncélú esztétikai ambíciót hajszol. És ez tökéletesen igaz. A
probléma tehát az öncélúsággal van. Hogyha a tudás öncéllá válik, és nem rendeli magát alá a végső célnak, Istennek, akkor a tudomány megront. És ezt a megrontó hatását, ezt volt alkalmunk tapasztalni, a körülbelül 18. században vált a szellemi elitben uralkodóvá, a 19. században, szinte az egész európai kultúrában uralkodóvá vált egy olyan gondolkodás, hogy a tudomány és a hit nem fér össze. Az emberi tudás megcáfolta a hitet, nincs szükség a hitre, teljes kimerítő magyarázatát tudjuk adni a valóságnak pusztán természettudományos eszközökkel. Ez a gondolkodás, ez tökéletesen hibás. A természettudomány nem tud válaszolni a végső kérdésekre, egyszerűen nem is illetékes azokban. Abban illetékes, hogy leírja a természet viselkedését, formulákat állít föl, amelyekben el lehet helyezni a természeti jelenségeket, ugyanakkor azonban nem tud válaszolni a végső kérdésre, hogy miért létezik, ami létezik. Nem tud válaszolni az élet értelmének a kérdésére, hogy van-e célja az ember életének, vagy nincs. Nem tud válaszolni az erkölcsi kérdésekre, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Ezek mind túlmutatnak azon, amit matematikai formulákba lehet foglalni. De nem csak a természettudománnyal ez a helyzet, hasonló a helyzet a filozófiával és a teológiával is, hogyha olyan módon önállósítja magát, hogy a tudós, a filozófus vagy teológus az ismeretet valamiképpen már Isten fölé helyezi, hite fölé helyezi, akkor ott valami baj van. Akkor még ezek a nemes tudományok is, amelyek nem csak leíró jellegűek, hanem a dolgok végső összefüggéseit keresik, még ezek is a gonosz lélek eszközévé válhatnak. A teológus is gőgössé lehet, és a teológusok gőgéből már nem egy eretnekség fakadt az egyház történelmében, amikor azt gondolták, hogy jobban tudják, és nem voltak hajlandók alávetni magukat az egyház tekintélyének, a tanító egyháznak, a püspökökből és élükön a pápával álló tanítóhivatalnak, amikor nem voltak hajlandók a saját gondolkodásokat, ami nekik nyilvánvalóvá látszott, feladni az egyház egyszerű hite kedvéért. Ez az első századoktól kezdve óriási veszélyt jelentett az egyházban, és megmondom őszintén, hogy még nagyobb veszélynek és egyúttal nevetségesnek is látom a teológiailag nem képzett hívő okoskodását, amikor a saját korlátolt belátását helyezi fölébe az egyházi tanítóhivatalnak. Ezzel nem értek egyet, az én véleményem szerint ez így és így van. Ez korlátoltság is, nem csak gőg, kétféleképpen is szánalomra méltó. Isten az igazság. Ez az igazság jön hozzánk a természetes megismerés útján, és ez az ember kötelességéhez tartozik, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet, ebbe beletartozik a tudományos megismerés is, a megértés kötelessége. Az pedig, amit Isten a hitben kijelent nekünk, kinyilatkoztat nekünk, az pedig megint a teljes embert ragadja meg, tehát az értelemmel élő embert ragadja meg, és az ember igyekszik megérteni, a megértés segítségével elhelyezni, mégis tudnia kell, hogyha igazán hisz, hogy ez a törekvése az Isten misztériumával szemben mindig csak töredékes. Nagyon jellemző a történet, Jakvinói Szent Tamás nem tudta befejezni a Summa Theologicát, nagy teológiai összefoglaló művét, nem jutott el a végére, egy rendtársa és munkatársa írta meg a hiányzó részeket. Amikor már nagyon szerette volna befejezni a munkatárs, és sürgette Tamást, hogy írjunk diktáj, mert sürget a befejezés, azt mondta, nem tudok többet írni.
olyan dolgokat láttam, amelyekhez képest mindaz, amit írtam, szemétnek tűnik előttem. Itt az ő misztikus megvilágosodásaira gondolt. Egyszerűen nem tudta már érdekelni a dolgoknak az emberi értelemmel való földolgozása, mert olyan magas rendű kinyilatkoztatásban részesült, hogy tudta, hogy azt nem tudja visszaadni. Tehát tudta, hogy elvileg töredék minden, amit teológiailag alkotott. Töredékes a tudásunk, mondja Pál az első korintusi levélben, ugyanebben, amiből ezt olvastuk. Töredékes a tudásunk. Nagyon tévednek azokban, akik ebből azt mondják le, hogy tehát minden teológia személy. Nem így van, hanem van egy olyan magasrendű misztikus ismeret, amihez képest a teológia jelentéktelen és elhanyagolható, de azért az embernek a hétköznapi dolgokat csinálni kell. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten igéjével, és voltak szentek, akik nem is fogyasztottak semmi mást az eukarisztián kívül, de azért az átlagos hívő eszik, és kell járnia bevásárolni, hogy legyen mit ennie. Ez a normális. Ugyanígy mi azért az emberi értelemmel gondolkodunk, és kellenek nekünk a teológiai válaszok, de tudnunk kell, hogy Isten több, hogy az Isten misztériuma nem fogható be a mi földi fogalmainkba, hogy még az Isten színről színre látásában a szentek is csak töredéket kapnak. Úgy gondolom, hogy mindig növekszik ez a töredék, de nem marad kielégületlen vágyuk, de az még mindig csak töredék, mert az Isten végtelen, és nekünk tudnunk kell, hogy ez a töredék, bár a mi számunkra értékes és fontos, de igenis csak töredék, és van a megismerésnek olyan szintje, amihez képest ez már jelentéktelen. Így kell fogadnunk Pál szavait, hogy ha önállósítja magát az emberi tudás, akkor szánalomra méltóvá válik, lázadóvá válik az Isten igazsága ellen, mert az emberi értelem nem helyezheti magát Isten fölé. Az a tudás azonban, amelyik alázatos hittel párosul, az érték és a szentek igazi tudománya, a nagy teológiai belátás, az voltak éppen nem annyira a tudományos képzettségen alapul, hanem az Istennel való hitben megragadott egyszerű kapcsolaton. Ezért egyház tanító például Szénai Szent Katalin, aki nem tudott írni, diktálta könyveit, de olyan megvilágosodásokat kapott, amelyekben az Isten titka közvetlenül nyilvánul meg, és az igazi teológusok a szentek.